A járvány nem csupán bajnokságokat szakít félbe, hanem arra is képes, hogy létesítmény átadásoknak tegyen keresztbe. Itt van ez a rekordgyorsasággal cirka 7 hónap alatt elkészült szekszárdi jégcsarnok. Már november végén, december elején megtarthatták volna az ünnepélyes átadást. A szekszárdi jégmadarak utánpótlás csapatai itt játszhatnák éppen aktuális meccseiket, de erre még az említett okokból várni kell. Hogy feloldja a kormányzat az okkal szigorú szabályokat. Startra kész mindenképpen a félmilliárdos költségvetésű korszerű jégcsarnok, a műszaki engedély is már a fő kivitelező Elektrolit Kft., illetve a tulajdonos üzemeltető jégmadarak esze birtokában. Várják a január 11-i enyhülést hozó híreket, hogy már a hó végén megtörténhessen a hivatalos ünnepélyes megnyitó, miután a korcsolyázók, a jégkorongozók belakják majd a szép, tágas, korszerű létesítményt, amivel nem minden megyeszékhely büszkélkedhet manapság. 8 hónap azért kellett az épület átadásához, gyakorlatilag április elejével kezdtük a külső terep rendezésével a munkálatokat. Nem lassult le az építkezés akkor sem, amikor a jégkészítés feladatai következtek, az épületgépészeti elektronikai munkálatok. Az Elektrolit Kft. Megbízható referenciákkal bíró partnereinek, a társadalmi munkát is felajánlóknak köszönhetően. Egy szabványos, modern csarnok épült, ami nemzetközi meccsek megrendezésére is alkalmas a jégkorongban. Nézőterünk akkora nem lesz semmiképpen sem, mint Dunai városban vagy Fehérvárod. Maga a pálya az egy szabványos pálya, tehát mérkőzés lebonyolítására, hivatalos mérkőzés lebonyolítására alkalmas. Nyilván ehhez majd szükséges lesz a Jégkorong Szövetségnek a validálása is. Előbb-utóbb ez is meg fog történni. Már a próbaüzem jegyében jégre lépő kis jégkorongosok és edzőik egészen kiváló jégminőségről számoltak be. Azok is, akiknek van országos rálátásuk a témában. A jég az az egyik befolyásolható tényező, amire rá tudunk hatni. Nyilván megfelelő paraméterek vizsgálatával, szem előtt tartásával gyakorlatilag arra törekszünk, hogy a lehető legjobb felületet adjuk a srácoknak. Elégedettek az edző kollégák a jég minőségével, igazándiból mindig mindenen lehet javítani, nyilvánvalóan itt is bele kell tanulnunk, ez is egy szakma, gyakorlatilag a jég készítése, de egyelőre mindenki elégedett, azt mondhatom. Próbaüzem ideje alatt tartottunk edzőtábort a srácoknak, ez a két ünnep közt történt meg, mindenki megelégedésére mondhatom. Körülnéztünk a kiszolgáló helységekben. Tágas, kényelmes, feletté világos öltözők sorjáznak a keleti oldalon, szám szerint 10 kisebb-nagyobb. Hogy ne tévedjenek el a vendégek, vendégcsapatok, egyéb közreműködők, erre is gondoltak az utolsó simítások elvégzésekor. Tehát a zöld öltöző, a sárga öltöző, a játékvezető, illetve az orvosi szoba adatoknak a megfelelő színű. Azt a bizonyos szalagátvágást már az iskolások, a korcsolyázó nagyközönség is várja szinte megyeszerte. Elnézve az igényeket, a jégkorong sportét és persze a tömegsportét, nyár beköszönték szinte garantált napi 10-12 órában a nagyüzem Tolna megye első fedett jégcsarnokában, amely úgy épült meg szinte rekordidő alatt, hogy nem csak megőrizte, hanem fel is újította a telken lévő egykori fallabda centrum tágas termeit, amelyek külön bejárattal a szekszárdi küzdősportok új otthonává is válhatnak. Az üzemeltető bízik abban, hogy a várható bevételek megközelítik, esetleg talán még fedezik is a jégcsarnok éves üzemeltetési költségeit.